A vírus helyzet következtében az eddigi nevezések alapján úgy tűnik, az augusztusi szekszárdi 3D-s IASZ világbajnokságon kevesebben fognak indulni, mint a korábbi kiemelt világversenyeken. Amikor a világbajnokság alapjait kezdtük lerakni, akkor úgy terveztük, hogy körülbelül egy olyan 700 fő részvételére számíthatunk. Most a jelenállás szerint 550 regisztrált versenyző van az előzetes regisztráció során. Ázsiából, Amerikából vagy Ausztráliából minden bizonnyal az ismert okok miatt nem lesz induló ezen az egyesített EB-n, VB-n. Érdekes, éppen a legtávolabbi kontinensről, a Magyar Szövetségnél még a napokban is érdeklődtek, lebegtetve az esetleges részvételt. A sportág az íjászat 3D-s szakában szép magyar sikerek születtek az elmúlt 10 évben. Világbajnoki címeket is szereztek többek között versenyzőink. Okkal reménykedhetünk, hogy 3D-ben remek magyar íjászok közül lesz több is, aki egyéni aranyért is versenyben lesz, nem beszélve az ilyenkor elmaradhatatlan csapatversenyről, szintén a világbajnoki címért. Tényleg egyedülálló az, hogy egy bázisról tudnak indulni a pályák. Ez különleges, én sokfelé versenyeztem, nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is, és ez nem jellemző, mert általában buszokkal szokták elszállítani a sportolókat a bázistól, vagy a szállodától, akár 30 kilométeres távolságokba is, és azért ez egy IASZ felszereléssel, stabilizátorokkal, veszőkkel felszerelve eléggé körülményes. Egy pálya kerül kialakításra, ebből kettő-kettőt ők fognak kialakítani, és a belövő pályát is, és a döntő pályát is. Megfelelő, sőt időarányosan megnyugtató hétközi, helyszíni, bejárási tapasztalatok után is van még bőven tennivaló a gondmentes augusztus 9-i rajtig. A Szekszárd város önkormányzatával való tárgyalások rendkívül pozitívan zajlottak. Úgy látom, hogy a városvezetés elkötelezett a világbajnokság rendezése szempontjából, és konkrét ígéretünk van arra, hogy a következő közgyűlésen ezt napirendre is fogja tűzni a közgyűlés. A Tolna megyei sporttörténetben az első világbajnokság, az IASZ VB, ami egyben Európa-bajnokság, bizony komoly turisztikai vonzerővel bír. Közös érdek, hogy minden szempontból jól sikerüljön ez a világesemény. Ha emlékezetes marad, és több szempontból is fölülírja az eddigieket, jó az esély arra, hogy rendszerességgel állandó nemzetközi versenyhelyszínné válasson Magyarország, ezen belül éppen Szekszárd, amit egyéb iránt a Magyar IASZ Szövetség szeretne elérni a Nemzetközi IASZ Szövetségnél, annál, ahová a magyar tagszervezet tartozik.